Egy darabig nem használtam Budapest bérleten, mindig jegyekkel utaztam, és tényleg lyukasztottam jegyeket, itt láthatjátok, hogy mennyit, de most nem is erről fogunk beszélni, hanem arról, hogy az új Budapest Go alkalmazás hogy szuperál, és mit tapasztaltam, ugyanis nézegettem, tesztelgettem, és ízlelgettem, hogy miket tud. Menetrend ügyileg nem nyilatkoznék, annyira nem szoktam használni, szerintem pontosabb a Google Maps-nek az előrejelzése. Viszont vettem bérletet, kipróbáltam, hogy milyen ez az elektronikus bérlet. Ha rámegyünk a vásárlásra, akkor ott több opciót is kiválaszthatunk, itt a legutóbb vásároltra én rámegyek, és tulajdonképpen be tudom állítani a dátumot, hogy mikortól szeretném, illetve az igazolvány számom is megjegyezte, szóval ez egy tök jó dolog. És plusz opció, hogy lehetőség van arra, hogy értesítsen a lejárat előtt, ami a hozzám hasonló feledékeny embereknek nagyon-nagyon hasznos tulajdonság. A következő opciónál, ha tovább megyünk, akkor itt írja, hogy havi Budapest bérlet, itt vannak az adataim, amik most ki vannak cenzúrázva, és rámegyünk a fizetésre. Na, a fizetéssel többször volt már problémám, ugyanis hát néha összeomlik így az OTP rendszere az egész fizetés alatt, ami nem túl biztató, de ha összejön a tranzakció, akkor már meg is kapjuk a jegyünk. Látjátok, vásárlás folyamatban, itt töltögetnek a járművek, és mindjárt meg is lesz. Meg is van. Vásárlástól számítva pedig 2 percig nem tudjuk használni. Igazából nem értem, hogy ennek milyen funkciója, vagy milyen létjogosultsága van, úgyhogy ez egy érdekes dolog, de ezt jó tudni. Hogyha pedig ott vagyunk, a jegyeim menüpontnál eléritek a bérleteteket, láthatjátok, hogy az enyém itt van, és a beolvasás gombra kattintva kapunk egy ilyen kis olvasót, és megvárjuk a buszt, és tulajdonképpen a buszok oldalába, illetve a villamosok oldalába, és még bent a vezető ülésnél is van QR kód, szóval én itt a videóban a bentit olvastam le. Elég gyorsan leolvassa, itt most pont nem látható, hogy milyen emblémát dob fel, de tulajdonképpen egy ilyen kis emblémát dob nekünk a rendszer, itt láthattok egyet, és ezt kell megmutatni a sofőrnek, innen tudja, hogy neked van jegyed. Úgyhogy összességében szerintem elég jól működik a rendszer, lehet még minél csiszolni, tehát például a sebességem mindenképp, hiszen itt láthatjátok ezen a videón, hogy amikor megnyitjuk az appot, és átmegyünk a jegyek menüpontra, és a beolvasásra ráklikkelünk, akkor egy pici idő eltelik, most itt a videóban pont nem telt el olyan sok idő, de a valóságban sokkal több el szokott telni. Még egy plusz dolog, én például metróba nem szoktam leolvasni, hogyha nincs ott senki, esetleg buszon is, ha felszállok, vagy villamoson, és nincs senki, aki ellenőrizni a jegyet, akkor nem szoktam ezzel törődni, hogy beolvassam. Viszont, ha rámentek a jegyeim menüpontra, és a kis 3 ikonra, akkor a kód bemutatása az ellenőrnek opcióra, ha rámentek, akkor kaptok egy QR kódot, illetve ott mindenféle plusz adatot is, és ezt meg tudjátok mutatni az ellenőrnek. Nos, jöhet bátran az a kérdés kommentbe, hogy mi van akkor, ha lemerül a telefonod? Nyilván ez egy hatalmas probléma lehet, hogyha lemerül a telefonod. Hát nyilván olyankor nincs nálad valószínűleg a telefon vagy a bérlet. Így gondolom én, hogy az instant büntetést jelent, de mivel be tudod ugye mutatni, hogy van érvényes bérleted, ezért ugye nem akkora a büntetés mértéke. Legalábbis én így tudom tippelni, de hogyha jártatok már így, akkor nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba. Én Szabó Viktor vagyok, köszönöm szépen a figyelmet, és mindenképpen várom a véleményetek, hogy ti mit gondoltok erről az új Budapest Go rendszerről, nektek tetszik-e, ti használjátok-e, vagy maradtok a papírforma bérletnél. Köszi szépen a figyelmet, ciao!